Nemrég volt alkalmam részt venni egy Kemény Dénes által vezetett vezetőképzőn, és ott hallottam ezt az idézetet: a siker nem véletlen. A kapufa mindig igazságos, annak a lövése pattan be a kapuba, aki többet tett a hétköznapokban a győzelemért. Szeretettel köszöntelek műsorunkba, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Számokon és számításokon, stratégiákon és célkitűzéseken kívül a munkahelyi viszonyokat meghatározzák az emberi tényezők is, az emberek közötti kapcsolatok egy munkacsoportban, az alkalmazott és főnöke közötti kapcsolatrendszer, és most egy kicsit ilyen megközelítésben is beszélgetünk a munkahelyi körülményekről és viszonyokról Aros Orsolyával. Milyen munkahelyet keresnek ma az emberek? Tehát a fizetésen kívül mi az, ami érdekli őket, amilyen szempontok alapján eldöntik, hogy milyen munkahelyet szeretnének? Előjáróban annyit megosztanék, hogy több éven keresztül volt a munkavállaló, szinte 20 éven keresztül, most pedig 3-4 éve már munkaadóként vagyok jelen a munkaerőpiacon, így rálátásom van mind a két területre, és hát HR területen tevékenykedik a cégünk, a vállalatunk. Azt látom, hogy az emberek közösségeket keresnek, és olyan közösségeket, ahol jól érzik magukat. Ha közösek az értékrendek, közösek a hitrendszerek, például a vezetővel, az a vezető és az alkalmazottak között, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy hosszabb távú a kapcsolat is a munkaadó és a munkavállaló között. És ez felülírja az anyagi hátteret, az anyagi körülményeket? Bele is vágok abba, hogy nekünk nemrég volt egy felmérésünk, ahol arra kérdeztünk rá, főleg a fiatalok körében, hogy melyek azok a tényezők, amely őket egy munkahelyen megtartja. Természetesen a fizetés az egy fontos tényező, sőt, továbbra is az elsők között van. Viszont a fizetés mellett ma már egyre fontosabbak az olyan tényezők, mint például a szakmai kihívások, szakmai továbbképzések lehetősége, tehát nem szeretnek megragadni a fiatalok egy-egy helyen, illetve a közös értékek, úgy, ahogy az előbb is említettem. De fiatalokat említesz, de közben nem csak a fiatalok keresik a munkát. Mindnyájan azt szeretnénk, hogy olyan munkahelyünk legyen, ahol azt a 8-10 órát, vagy akár kevesebbet, akár többet jó körülmények között töltjük, illetve nagyon fontos még, ami visszajelzést kaptunk egy másik felmérésből, ahol nem a fiatalokra koncentráltunk, hogy a vezető tartsa őket tiszteletben. Tehát a vezető személye, személyisége és az alkalmazottakkal való bánásmód, azt gondolom, hogy ma már meghatározó minden munka kapcsolatban. Az fontos-e, hogy a vezető szakmailag esetleg egy magasabb szinten legyen, mint az alkalmazottai? Erre így nem tért ki a felmérésünk, úgyhogy most a szubjektív véleményemet mondom. Mindenképpen fontos az, hogy rálátása legyen több területre, hiszen attól vezető, és az elmúlt időszakban volt alkalmam több vezetőképzőn is részt venni, és mindenhol ezeket a területeknek a fontosságát hangsúlyozták, viszont nem kell szakértője legyen mindenki minden témának. Nézd, egy vezető nem tud jó marketinges, jó pénzügyes, jó szakember is lenni mondjuk ugyanazon a területen, ugyanakkor ugye legyen empatikus, legyen jó menedzser, tehát biztos, hogy vannak nehézségek, amit viszont én kiemelnék, az, hogy lássa, érezze a vállalat lüktetését, azt szoktam mondani, jó vezető két számból is meg kell tudja mondani, hogy éppen hol tartunk, egy alkalmazottnak az aznapi hangulatából észre kell vegye azt, hogy nagy-e a baj, vagy pedig kezelhető, jól kell tudjon koordinálni csapatokat, tehát inkább ezeket látom fontosnak az elmúlt év tapasztalataiból. Milyen elvárásokkal
fordul egy vezető a leendő munkatársai felé. Tehát, hogy aki viszont munkaerőt keres, az milyen igényeket támaszt? Nagyon-nagyon dinamikus a munkaerőpiac, mindig állandó változásban van. Szinte soha nincs egyensúlyban a kereslet-kínálat. Ez fontos hangsúlyozni, mert hogy volt egy olyan időszak a pandémia előtt, amikor tényleg nagyon-nagyon nehéz volt jó munkaerőket találni, aztán hirtelen az emberek munkanélkül maradtak, ilyen helyzetek is voltak, akár felsővezetők, hiszen tőlük független okok miatt mondjuk megszűnt a cég tevékenysége. Amit én ma látok, az az, hogy a nyitottságot értékelik, nagyon a vezetők, illetve a tanulási vágyat. Sokszor azt hallom, hogy oké, elfogadjuk, hogy nincsen szakmai tapasztalata, legyen nyitott a tanulásra, tudjon alkalmazkodni könnyen, és ne legyen nagy az egója. Sokszor ezeket így meg is fogalmazzák a vállalatvezetők, természetesen ezeket így nem tudjuk mi egy az egyben leírni, de konkrét elvárásként megjelennek ezek. Hol találkozik a kereslet a kínálattal, az igények, az elvárásokkal? Egy ilyen vállalatban is dolgozol, úgyhogy mármint, hogy erre is van rálátásod a saját céged által. Igen, ahogy említettem, nagyon dinamikus a piac, szinte egyik napról a másikra változik, tehát az, aki stabil munkahelyen rendelkezik, egyszer csak ránk ír, hogy nézzétek itt a CV-m, ha tudtok egy felsővezetői pozíciót, akkor gondoljatok rám. Elég sok ilyen megkeresésünk van, ami azt jelenti, hogy a passzív munkakeresők, ahogy szoktunk fogalmazni, is azért szétnéznek a piacon. Hát ezen kívül ma az online világban azért elég jól lehet találni, tehát elég jól meg lehet találni, ezt akarom mondani, az új kihívásokat. Amit még tudnék hangsúlyozni, az, hogy látok nagyon sok ilyen egyedi hirdetést, ami van, amikor célba talál, de egy mondjuk például egy munkaerő közvetítő platformnak a súlyát, a látogatottságát ma már nehezen tudják felülírni más felületek, különösen, hogy mi igyekszünk tartalommal is szolgálni, úgy a munkavállalóknak, mint például a munkaadóknak. Segítjük őket, különböző megoldásokat adunk a kezükbe. Például pont most dolgoztunk ki egy strukturált interjút segítő, hát guideline, tehát egy ilyen vonalvezetést, amit egy az egyben tudnak alkalmazni bármely interjú során. Mennyire jellemző az, hogy valaki megmarad a munkahelyén nyugdíjazásáig, vagy milyen ez a migráció most ilyen szempontból? Sokkal nagyobb, mint régen volt, különösen a fiatalok idejében. Ha idézhetem Gergely Orsi, a szociológust, ő használja a görgető generáció kifejezést, vagyis legalábbis tőle hallottam. Ő mindig hangsúlyozza, hogy teljesen más a mentalitása a mai fiataloknak. Ugyanúgy, ahogy a social médián, tehát a neten is, vagy akár a számítógépen, telefonjukon görgetnek, ugyanúgy, hogyha valami nem felel meg nekik, akkor tovább lépnek. Tehát ne is várjuk el munkaadóként a 10-20 éves hűséget, mert hogy ma már ez a fiataloknál nem akkora érték, mint például akár az én szüleim generációjában. Ettől függetlenül, hogyha erős ez a kapocs, mármint a munkaadó és a munkavállaló között, erős ez a meccs, ez az érintés, minél több közös pont van közöttük, annál erősebb tud lenni ez a szakmai összevonódás vagy kapcsolódás. Ugyanakkor itt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokat olvasunk és figyeljük az új trendeket, és azt láttuk, hogy míg régebben mondjuk egy employer branding, tehát egy vállalati márkának a hangsúlyozása volt fontos, főleg kifele, hogy nálunk mi van, ma már ez szinte eltűnt, hanem inkább a munkavállalóknak a megtartására koncentrálnak. Rájöttek arra, illetve mindenki tudta, csak újra felfedeztük azt, hogy mennyire értékesek a régi munkatársaink, hiszen azok sokkal többet tudnak, magukban hordozzák a vállalati kultúrának az egész lényegét, és sokkal könnyebb velük dolgozni, nagyon értékesek számunkra, és a munkatársak megtartása lett ma egy prioritás szinte minden vállalat életében. Miért mennek el az emberek? Egy picit akkor visszatérnék még erre a felmérésre.
Hát nézd, különböző okok vannak. A felmérésünkben konkrétan rákérdeztünk arra, hogy jeleztétek-e azt, vagy jelezték-e azt, hogy váltani szeretnének. 49-51% volt ennek az aránya. Tehát körülbelül fele-fele arányban egyszerűen meg sem mondják, tehát rossz a kommunikáció. Már oda-vissza lehet ezt az egészet vezetni. Aki pedig jelezte, hogy kapott-e megoldást a problémájára, és hogy milyen megoldást szeretett volna, ott megoszlattak a vélemények, legtöbb helyen a vezetővel való konfliktus is erős szerepet játszott. Természetesen a magasabb fizetés igények is. Tehát a fizetés igények mellett, a fizetés kérés mellett nagyon fontos tényező volt az, hogy rossz a hangulat a cégen belül, illetve a közvetlen vezetővel való rossz kapcsolat. Mennyire fontos a munkahely keresés során a szakmai végzettség, az oklevél? Mert ugye ez bizonyos kimutatás szerint az EU-ban a Románia áll az első helyen, tehát ott a legnagyobb azoknak az aránya, akik a képzésüknek nem megfelelően foglalnak el munkahelyet, tehát hogy a szakmájukon kívül választanak és kapnak munkahelyet. Egyszer válaszolok a kérdés második felére, ez megint egy szubjektív vélemény, én azt gondolom, hogy amióta nincsen felvételi az egyetemekre, viszont ugye nagyon sokan el tudják végezni relatív könnyen az egyetemet, különböző okleveleket tartva a kezükben. Ez kicsit felhígult ez a réteg. És természetes, hogyha mondjuk, nem tudom, 1000 végzős van egy szakmára, és a kínálat pedig 300-nak szól, akkor ott nincs hogy találkozzon a kereslet vagy kínálat, illetve csak kisebb részben. Ilyenkor nagyon sokan egyszerűen elkönyvelik azt, hogy oké, van egy diplomám, ilyen vagy olyan szakterületen, viszont gyors pénzkereseti lehetőséget más forrásból tudok magamnak vagy családomnak biztosítani, és főleg a fiatalokra nagyon jellemző, hogy ilyenkor különböző kereskedelmek, meg más tevékenységek is elindulnak. Azt gondolom, hogy virágzik a szépészeti ipar például, és nagyon sok olyan hölgyel beszélgetek, akiknek egy felsőoktatási diploma van a kezében, mégis teljesen más területen dolgozik. Tehát, hogy ezzel válaszolnék a kérdés második felére. Ettől függetlenül, hogy fontos-e a szakmai tudás, nagyon fontos, azt gondolom, főleg a gyakorlati tudás, és annak örvendek, hogy a felsőoktatási intézmények Romániában azt gondolom, hogy erre is van már elég nagy hangsúlyt fektetnek. De arra értettem, hogy van-e oklevél erről a tudásról. Tehát, hogy az a tudás meg lehet esetleg anélkül is, van egy pár olyan szakterület, ahol működik, nagyon jól azt látjuk, de fontos-e, hogy oklevelet vigyen valaki, felmutasson a szakmai végzettségéről. Nincs, erre a legjobb példa talán az IT terület, hogyha Pontosan. Ezt így kimondhatom. A mi portálunkon van is egy ilyen opció, ahol a munkaadó megjelölheti, hogy például kér oklevelet, vagy pedig egyszerűen az oklevél nem fontos, hanem a tapasztalat, a konkrét tudás, amit akár tud is bizonyítani a jövendőbeli kolléga. Mi az, ami még fontos lehet a szakmai tudáson kívül? Akinek például nincs gyakorlati tapasztalata még, mi az, amivel előhozakodhat egyén álláskeresés során? Nagyon sok CV-t átnéztünk az elmúlt időszakban, ugye önéletrajzokat, és mindenhol azt látom, hogyha bármilyen plusz tevékenysége van az illetőnek mondjuk a kifejezetten egyetemi tudás mellett, akkor azt javaslom, hogy ossza meg a jövendőbeli munkaadójával. Lehet ez egy önkéntesség, lehet ez egy zenekarban való tevékenység, lehet ez egy teljesen más terület, hiszen úgy, ahogy a beszélgetésünk elején is említettem, közösségeket keresünk. És például az a tény, hogy valaki sportol, vagy akár maratont fut, meggyőződésem, hogy elsősorban árulkodik a kitartásáról, a türelméről, a teljesítményéről is, és például szinte bármelyik vezetőnek már is egy kincsként lehet ott a többi CV között, a többi önéletrajz között, és nagyobb eséllyel indul a munkakeresésen. Szóval, hogy mindenképpen meg kell osztani minél több infót magunkról. Nem azt mondom, hogy elkalandozva a témától, de az, ami a személyiségünket kiemeli, hogy valamivel többek vagyunk, mint az átlag, az mindenképpen érdemes feltüntetni.
szakmát meg lehet tanulni, szinte minden szakmát, szinte mindenhol van olyan terület, ami specifikus. Szóval, hogy azon a területen belül, azon a cégen belül, mondjuk egy beszerzői állás, hogyha most hirtelen ez jutott eszembe, spéci beszerzőket nem képeznek így. De az, aki beszéli a nyelveket, látja az összefüggéseket, majd a gazdasági összefüggéseket, jól tud tárgyalni, abból nagy valószínűséggel egy jó beszerző válik. Most, hogyha egy fél év alatt ezt ki tudja tanítani, vagy meg tudja ezt a szakmát tanulni egy cégen belül, akkor az már is egy nagy dolog. És nem kell hozzá kifejezetten tapasztalat. Azt mondtad az imént, hogy közösségeket keresnek, jó közösségeket a legtöbben, és hogy a munkaadó szempontjából is fontos, hogyha jó közösség alakul ki a vállalatában. Nos, pont ezt rontotta el a világjárvány. Ezeket a közösségeket robbantotta fel nagyon sok helyen. Hogyan alakult át a munkaerőpiac abból a tekintetből, hogy hogyan végzik és hol végzik a munkájukat az emberek? Igen, így van, ahogy említetted, ez felrobbantotta, viszont cserébe adta a rugalmasságot. Olyan dolgokat oldott meg a pandémia két év alatt, amit bizalmatlanság miatt azt gondolom, hogy nagyon sok helyen 10 év alatt se tudtak volna megoldani, és öröm volt ezeket a megoldásokat látni. Amit itt szeretnék hangsúlyozni, hogy szintén a felmérésünkben rákérdeztünk arra, hogy milyen típusú munkát preferálnak a fiatalok, és 50% fölött vezetett a hibrid, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lehetőség van bemenni az irodába, találkozni a kollégákkal, ugyanakkor pedig otthonról is van lehetőség dolgozni, természetesen meghatározott keretek mögött. Ezt követte az a válasz, hogy a legfontosabb az, hogy rugalmas legyen. És itt nem csak a fiataloknál hangsúlyoznám ezt, hanem az idősebbeknél is. Édesanyák vagyunk, szülők vagyunk. Azt gondolom, hogy ma az a tény, hogy elmegyek a gyerekem szereplésére, nem kellene nekem lelkismeretfurdalást, vagy akár gyomorgörcsöt okozzon. Ez egy olyan kommunikáció kérdése, amit nyugodtan meg kellene tudjak beszélni a munkaadómmal. Bárkinek vannak személyes igényei, amelyeket meg kell oldani, gyerekbeteg, de egyszerűen csak valamit szüksége van ránk. Azt gondolom, hogy ha ezekben rugalmasak a munkaadók, akkor cserében meg egy olyan lojális munkavállalót kapnak, ami szinte felbecsülhetetlen hosszú távon. És látsz ilyen rugalmasságot? Volt alkalmam, igen, ilyen vezetőkkel beszélgetni. Azt azért el kell mondjam, hogy a nők sokkal nyitottabbak ezen a területen, de ugyanúgy látok jó példákat férfi vezetőktől is. Beszéljünk egy kicsit a munkaközvetítők, ezek platformok, cégek, állásbőrzéknek a szerepéről és hatékonyságáról Romániában. Itt külön kell választani, azt gondolom, az úgynevezett kékgalléros és fehérgalléros munkavállalókat. A fehérgalléros maga, ez egy angol kifejezés, és magába foglal minden irodai állást, tehát mondjuk egy titkárnői állástól egészen egy felső vezetőig. A lényeg az, hogy nem munkaruhában végezzük, tehát innen ered a megnevezés. Talán az állásbőrzéken nagyobb a hatékonysága az úgynevezett kékgalléros munkavállalók keresésének. Más területeken pedig inkább az online platformok vannak előnyben. Ezen belül is aztán ugye vannak a különböző szolgáltatások, amikor például már nem csak jelöltek érkeznek, hanem előszűrt jelöltek. Nagyon sok HR szolgáltatás van ezen a téren, és én nagyon pozitívan látom azt, hogy ez a terület is sokat-sokat fejlődik. És ezek az online platformok, amelyek segítséget is próbálnak nyújtani? Mind nagyon-nagyon hasznosak. Tehát én örülök annak, hogy magyar nyelven a mi platformunk azt gondolom az egyik leginnovatívabb. Blogokon keresztül tényleg konkrét tanácsokat próbálunk adni, úgy a B2C-knek, mint most már a cégeknek is, hiszen egyre nő az ügyfeleink köre, de román platformokon is nagyon-nagyon sok lehetőség van. Nagyon erősek az összekapcsolódások, például a különböző egyetemek között, cégek között, és ezek mind hasznosak tudnak lenni, úgymond az egész társadalom számára. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm szépen!